Sziasztok, Buda Éva vagyok. Mit tettünk a jobb szex érdekében? Nézzük először a merevedési zavarokat. Ne hárítsunk mindent a pszichés dolgokra, mivel a fő ok az eldugolt artéria. A péniszben levő artériák sokkal kisebbek, mint a szív közeli artériák, és ha eldugolnak, nem tud megfelelő mennyiségű vér a péniszbe áramlani. Jó vérellátás hiányában pedig a pénisz felülni sem bír nem még felállni. A merevedési zavar és a szívbetegség között szoros a kapcsolat. A merevedési zavarra tekinthetünk úgy, mint a szívbetegség első számú jelére. Most még csak a péniszben levő artéria van eldugulva, így a pénisz nem kap elég vért. Ha nem vigyázunk, később a nagyobb szívkörnyéki erek is eldugulhatnak, és akkor a szív nem kap megfelelő vérellátást. Ekkor nem csak a szextől, de az élettől is búcsút mondhatunk. Egy tanulmány szerint, amiben 13 ezer férfit követtek, azon 40 év feletti férfiak, akiket merevedési zavarral kezeltek, 50-szer nagyobb esélyük volt a szívinfarktus általi halálra. Növényi étrenden nem dugulnak el az artériák, sőt alacsony zsírtartalmú, teljes értékű növényi étrenden az artériák a plakkoktól akár ki is tisztulhatnak. A jobb véráramlat is hozzásegíthet az élvezetesebb szexhez. A jobb véráramlat során több vér jut az idegekhez, és nagyobb az élvezet érzés. Leginkább a hölgyek éreznek intenzívebb élvezetet. Az idegben levő vérerek is el tudnak dugulni. Ha például egy cukorbeteget nézünk neuropátiás problémákkal, és biopszival kis mintát véve mikroszkóppal megvizsgálva az ideget, látható a pici vér ér az idegben, ahogy el van dugulva. Ezért van az, hogy sok esetben a cukorbeteg, aki neuropátiás fájdalommal küszködik, növényi étrenden megszabadul a neuropátiás fájdalomtól, akár napokon belül is. Egy tanulmány során 4-17 nap alatt a résztvevők 80%-a teljesen megszabadult a neuropátiás fájdalmaktól. Lehet az idegben levő erek nincsenek ugyan eldugulva, de akkor is, ha jobb véráramlásra törekszünk, a jobb vérellátás mindenképpen jobb. A megfelelő étrenden a hormonháztartás is sokkal jobb, és a megfelelő hormonháztartás jobb szexhez vezet. Jobb lesz a termékenység is mind a férfiaknál, mind a nőknél. Férfiaknál ugye a sperma, sokkal több egészségesebb spermájuk lesz. És egy növényi étrend, ami tele van rostokkal, az hozzásegít ahhoz, hogy a beleink tisztuljanak. Tehát nem mindegy, hogy valaki már egy hete mondjuk nem volt WC-n, szikrekedése van, és már minden baja van. Élni sincs kedve nem még a szexhez. Tehát mindenképp azt javaslom, hogy bármi problémánk van a szexel, próbáljuk meg a teljes értékű, alacsony zsírtartalmú növényi étrendet, hiszen ez segíthet mind az élvezetben, mind eleve a jobb közérzetben, a jobb egészségben, és egy egészségesebb, boldogabb embernek jobban lesz kedve a szexhez is. Sziasztok!